Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. 4 hetet töltöttek Szicíliában a Bezerédi István Technikum tanulói. Agrárfórum Szekszárdon. Szakmai fórum szikvizeseknek. Nem lesz élelmiszer hiány Magyarországon. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum 6 tanulója tölthetett 4 hetet Szicíliában szakmai gyakorlaton. Milágyzó városának 3 szállodájában szerezhettek turisztikai tapasztalatot. A hétvégéken pedig megismerhették a környék nevezetességeit, gasztronómiáját és kultúráját is. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum 6-11. Osztályos turizmusképzésben tanuló diákja fejezte be nemrégiben az 1 hónapos külföldi szakmai gyakorlatát Szicíliában. A fiataloknak az iskola sikeres Erasmus pályázatának köszönhetően volt lehetőségük Olaszországba utazni és bepillantani a szállodaiparba. A diákok február 7 és március 4 között Milagyzó városának 3 szállodájában vettek részt a mindennapi teendőkbe. A kiutazók kiválasztására a nyertes pályázat kihirdetését követően került sor, a szerencsés diákoknak azonban több kritériumnak is meg kellett felelniük ahhoz, hogy részt vehessenek a külföldi gyakorlaton. A mi pályázati feltételeink azok voltak, hogy kellett írnunk egy motivációs levelet, amiben leírtuk, hogy miért mi lennénk a legalkalmasabbak arra, hogy kimenjünk oda Szicíliába. Ebbe beletartozott a tanulmányi átlagunk is, illetve a nyelvi tudásunk, és ez alapján csináltak egy rangsort. Ebben a rangsorban nézték a közösségi szolgálati munkáinkat is, és azt is, hogy mennyire vagyunk szociálisak, szóval, hogy el tudunk-e boldogulni külföldön. És hát ez alapján, a rangsora alapján kerültünk bele 6 ebbe a csoportba, és ezzel a hat emberrel kezdtük el a felkészüléseket. Ezek általában úgy néztek ki, hogy voltak órák az iskolai programok, vagy az iskolai órákon kívül, amikor olaszul tanultunk, amikor megismerkedtünk magával, Szicíliával, egy kicsit a szicíliai emberekkel, illetve a történelmével. Voltak olyan óráink, amikor egy kicsit a szállodai életbe láttunk bele, és akkor ezek alapján, a felkészítők alapján mentünk ki végül Szicíliába. Én a Hotel San Michele nevű hotelben dolgoztam a munkatársammal, illetve az osztálytársammal, Virággal, és hát nekünk a feladatunk az az volt, hogy ott a recepciós munkát végezzünk, illetve takarítottunk is, tehát housekeeping feladatokban is részt vettünk. Igazából ezek mellett volt reggeliztetés is, tehát az étteremben elég gyakran voltunk, segítettünk kávét főzni, illetve a munkatársainkkal közösen végeztük a hotel egyéb feladatait, például virágot locsoltunk és egyebek, tehát nagyon-nagyon sokrétű módon ismerkedtünk meg azzal, hogy milyen egy hotelnek az élete, és hogy van ez pontosan felépítve. Trenka tímának kapóra jött a külföldi szakmai gyakorlat lehetősége, hiszen annak idején is azért választotta a turizmus szakot, mert nagyon szereti a különböző kultúrákat, szeret nyelvet tanulni és utazni is. Diáktársával a Cassisi Hotelba töltötte az 1 hónapos szakmai gyakorlatát. Igazából nagyon hasonló munkákat végeztünk mind a 3 hotelban. Mi is segítettünk a housekeepingbe, voltunk rengeteget a recepción, illetve az F&B részlegen, szóval mi is reggeliztettünk, segítettünk a bárban, koktélokat csináltunk, és hát nekem nagyon sokat segített ez a gyakorlat, mert nagyon sokat fejlődtem olaszból is, illetve angolból is, aminek külön örültem, mivel most májusban megyünk majd érettségizni Lacival angolból, és szerintem nagyon sokat segített ez a kommunikációnkban, illetve az, hogy megismerhettünk egy teljesen más országban, hogy hogyan működik a munka, illetve hogy ugye magában a turisztikai szakmába beleláttunk, hogy lehetünk a recepción, a szállodai szoftvert megismerhettük, csekkolhatunk be vendégeket, rögzíthettük a foglalásukat, illetve mindenki nagyon kedves volt, nagyon segítőkész a hotelban, és nagyon örülök, hogy ott lehettünk. A 4 hét azonban nem csak a munkáról szólt. Hétköznap dolgoztunk, ugye, és hétvégén mindig volt egy programunk. Volt, hogy más gyakorlaton lévőkkel mentünk kirándulni, voltak spanyolok, lengyelek, volt, hogy meglátogattuk az Etnát, Taorminát, mind a kettő gyönyörű hely volt. Ugye az Etna egy vulkán, Taormina pedig egy gyönyörű ókori város. Voltunk Cefaluba, Casabonóba, mind a kettő tényleg nagyon szép volt, ugye ezek voltak elosztva külön hetekre, és hát azon kívül, ugye ez rendes leszervezett program volt, ezen kívül volt, hogy még a kísérő tanárunkkal lementünk a tengerpartra Barcelonába, volt, hogy együtt főztünk, volt, hogy elmentünk egyet kávézni, vagy szimplán egy tipikus olasz reggelire,
Szóval nagyon sok fele voltunk, és mindegyik program nekem nagyon tetszett, nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Mind a hatan 4 csillagos hotelokba dolgoztunk, viszont nagyon meglepő volt számomra, hogy mind a 3 hotelben olyan barátságot tudtunk kialakítani mind a főnökkel, mind az alkalmazottakkal, hogy amikor a busúszkodásra került az idő, akkor mindannyian sírtunk, szóval mi Lacival kaptunk például süteményt, amit a főnök sütött, illetve mondták, hogy nagyon szívesen várnak vissza, akár dolgozni, akár csak látogatóba, és tervezünk is majd visszamenni nyáron, hogyha úgy alakul, akkor esetleg egy pár napra. A Tolna megyei szakképzési centrum tanulói rendszeresen vesznek részt hasonló külföldi gyakorlatokon. Szakmai és nyelvi tudásuk gyarapítása mellett az is jelentős hozadék, hogy megismerkedhet más nemzetekkel és kultúrájukkal is ezen időszak alatt. Sikeres magyar vidék nélkül nincs sikeres Magyarország. Ezt mondta Fazekas Sándor, a volt vidékfejlesztési miniszter, azon az agrárfórumon, amit Szekszárdon tartottak a térség gazdáinak. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Horváth István Tolna megye egyes számú választó kerületének országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, történelmi rekordot ért el a magyar gazdaság az elmúlt 12 évben. Elmondhatjuk, hogy a magyar gazdák, az élelmiszeripari vállalkozások a legnehezebb körülmények között is képesek voltak biztosítani azt, hogy a lakosság ellátása megfelelően magas színvonalú legyen, az ország az export bevételeihez hozzájusson, és ezáltal a vidéki megélhetés is nagy mértékben segítette. Pedig nem volt könnyű dolga a gazdáknak. Többek között erről beszélt Fazekas Sándor, volt vidékfejlesztési miniszter, a Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért címmel tartott Agrárfórum előtti sajtótájékoztatón. A volt tárcavezető elmondta, sok segítséget kaptak a gazdák az elmúlt 10-12 évben, és továbbra is számíthatnak a támogatásra. A vidékfejlesztési támogatások különösen az elkövetkező néhány évben fognak majd nagymértékben nőni, és ez a feldolgozó kapacitásoknál, az élelmiszeriparnál, a gépesítésnél, a legmodernebb technikáknak az átvételénél, agrárdigitalizáció, precíziós termelés is éreztetni fogja majd a hatását. A kormány a gazdabarát politikát folytat, ez akár a földtörvénynél, amely a földet ténylegesen műveléket hozza a helyzetbe, a családi gazdaságoknál, ahol a családi gazdaságok átadását, a generációváltás segítő rendelkezések épp úgy hatályban vannak, mint hogy a családi gazdaságoknál családi agrárcéget lehet létrehozni, mind-mind kormányzati intézkedés, de a magyar mezőgazdaság és az európai mezőgazdaság alapját jelentő területalapú támogatások és más terméshez kötött támogatások is rendelkezésre fognak állni az elkövetkező időszakban, illetve a vidékfejlesztési támogatásokon belül kifejezetten a termékek magasabb feldolgozottsági szintjét segítjük majd elő, illetve az, hogy ezáltal a piacra jutása a termelőknél minél nagyobb helyi jövedelemnek a képződése az meglegyen, így munkahelyek tudnak létrejönni, és a magyar mezőgazdaságban, illetve a családi gazdálkodókat is el tud mozdulni abból a helyzetből, hogy alapanyagokat állít elő, esetleg félkész terméket, kész termékek irányába mutat a fejlődés, és ez örvendetes itt Szekszárdon, ahol borvidéken vagyunk, helyi termékek vannak, ismert termékek is, amelyek közvetlenül eljuthatnak majd a fogyasztókhoz. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, jó irányba haladnak. Elmondhatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság egy folyamatos növekedési, erősödési pályán mozog. Sikeres magyar vidék nélkül nincs sikeres Magyarország. A magyar gazdatársadalom, a vidéken élők munkája, az élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszergazdaság az elmúlt években is bizonyította azt, hogy mind a lakosság ellátásához, az ország termelés bővüléséhez, a minőségi termékekhez, agrárexporthoz, egyáltalán az exporthoz a kivitelezés nagy mértékben hozzájárult, és ebben a gazdák teljesítménye meghatározó szerepet töltött be. Látszik az, hogy ha nehéz időket élünk meg, elég a világjárványra gondolni, állatbetegségek, sertéspest is, baromfi influenza sújtott bennünket. Háborús helyzet van kialakulóban a szomszédságban. A mezőgazdaság, a vidék mindig egy olyan szidád alapot jelentett, amire lehetett számítani. És a magyar mezőgazdasági termelés az bővült az elmúlt időszakban, 2010 óta mintegy 60%-kal nőtt a kibocsátás, ez egy történelmi rekordnak is felfogható, és szinte minden jelentős termékünknek a termés átlaga vagy a jövedelmezősége, esetleg mind a kettő is bővült, növekedett, és a mezőgazdaságnak a
műszaki technikai ellátottsága, a termelési háttér is örvendetesen erősödött. A volt tárcavezető azt is elmondta, miért tartja fontosnak ezeket a személyes találkozásokat. Itt el tudja mondani mindenki a gondját, baját, és a döntéshozók legyenek akár a kormány, a végrehajtó szervek vonalán, akár a parlament vonatkozásában össze tudjuk gyűjteni azokat a véleményeket, amelyek segítik a munkánkat, illetve azt, amit mi vállaltunk, hogy képviseljük. És mindig vannak olyan bölcs, megfontolandó javaslatok, amiket utána tovább tudunk vinni, és ez megjelenik szabály formájában, valamilyen támogatási vagy pályázati konstrukció vonatkozásában. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a találkozón hangsúlyozta, amikor lezárul egy ciklus, érdemes visszatekinteni, hogy az egykor kitűzött célokat sikerült-e elérni. Többek között erre is jó volt ez a fórum. 2010-től fokozatosan megerősödött a vidéknek a szerepe a magyar társadalomban és a magyar gazdaságban egyaránt. Amikor 2010-et írtunk, akkor jellemzően a falvak elnéptelenedtek, lehetett látni, hogy rossz állapotban vannak a közutak, a középületek, az egészségügy és az oktatási intézmények, és hogyha most visszatekintünk, akkor lehet azt mondani, hogy egy sikeres vidékfejlesztési időszakon vagyunk túl. 2010-ben még az egyéni mezőgazdasági vállalkozások, vagy akár gazdasági formában, de családi vállalkozásoknak a létében sok bizonytalanság volt, de ha most visszatekintünk, akkor lehet azt látni, hogy sikeres mezőgazdasági vállalkozások vannak az elmúlt 12 év mögött, akik vidéken élve azt a vidéki életformát választják, aminek köszönhetően a gyermekek is ott nőnek fel, ott járnak iskolába, és tovább viszik, most már második, harmadik generációként a mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek az elmúlt időszakban jelentősen megerősödtek. Összességében azt gondolom, hogy mind a vidékfejlesztésnek az infrastruktúrája, a társadalmi környezete, a gazdasági lehetőségei és a vállalkozásoknak a jövedelmezőségében nagyon komoly változások voltak, és ma már a magyar vidék az egyre versenyképesebb az Európai Unió hasonló szerkezetű országaival. Az, hogy a jelenleg zajló orosz-ukrán háború milyen hatással lesz a magyar gazdaságra, nehéz felmérni. De az biztos, hogy minden szomszédos nemzetnek alkalmazkodnia kell a helyzethez. Minden esetre Magyarországnak termelnie és dolgoznia kell tovább, azért, hogy az ország előrébb haladjon, hangzott el a találkozón. A digitalizáció és a technológiai fejlődés alkalmazási és képzési lehetőségei a szikvíz készítő mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tevékenységében címmel tartottak szakmai fórumot Szekszárdon. A projekt célja, hogy többek között a résztvevők a szikvizes vállalkozókkal találkozhassanak, és a társágazatok szereplői kölcsönösen megismerhessék egymás helyzetét. Szikvizeseknek vagy a foglalkozás iránt érdeklődőknek szerveztek szakmai fórumot Szekszárdon, azzal a céllal, hogy megismerjék az esetleges problémákat, miben tudnak segíteni és miben tudnak egységes álláspontot képviselni, mondja Juhos János, a Békési Ipartestület elnöke. Ennek a célnak az elérése érdekében végeztünk, és ezzel már befejeződött egy kutatást, 400 vállalkozásból választottunk ki 100 vállalkozást, amelyekkel mély interjút készítettünk, és ennek a tapasztalatait dolgoztuk fel, hogy mi kell ahhoz, hogy itt a hazai szikvizesek a jövőben megerősödve jöjjenek ki itt a mai konkurencia harcból. Ugye gondolok itt elsősorban az ásványvizekre, vagy a szódára, borra és a többi üdítőitalra. Ezen a piacon kell megélni valamennyienknek. Szikvizesek jellemzően hazai mikrovállalkozások. Mi pedig a mikrovállalkozásokat képviseljük. Tehát innentől kezdve adódott a lehetőség, hogy ezt a konferenciát, ha már van egy ilyen kutatásunk, akkor ennek az anyagát megismertessük az érdeklődőkkel, és ezt hasznosítsák, építsék be a saját munkájukba, a saját gyakorlatukba, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy biztos, jó, prosperáló vállalkozásokat tudjanak működtetni. Érje meg dolgozni, mi ígyunk egészséges szódavizet,
ők pedig éljenek meg jól, vagy ahogy tudnak. Az elnök azt mondja, Magyarországon lecsökkent a szikvizesek száma az utóbbi időben. Gondoljon arra, hogy ugye korábban csak szódavizet ittak, víz volt, csapvíz és szódavíz, bejöttek a nagy üdítő italgyárak, ásványvizek, hihetetlen mennyiségben ontják a vizet. Hát ugye mi nem tudunk több vizet meginni, mint amennyit korábban, mint amennyi jól esik, tehát ez a piac azért osztódik. Ez egy természetes folyamat, ez így volt, így lesz a jövőben is. Mi azt szeretnénk, hogy azok, akik ebbe beinvestáltak, erre tették fel az életüket, azoknak érje meg, mi pedig kapjunk egy jó szolgáltatást, tehát ön szolgálják ki, egészséges, tiszta, jó magyar szódavízzel. A szakemberek azt tapasztalják, hogy a fogyasztók körében megnőtt az igény a szódavíz iránt. Nőtt a szikvíz iránti igény, fröccsnek, üdítő, tehát szörpöknek, tehát ezzel elégedettek vagyunk, mi csak ezt szeretnénk még jobban csinálni, de ebben teljesen igaza van. A marketing ennek nagyon fontos, és ezt tudatosítani, hogy bizony-bizony bátran vegyék bármi helyet, mert ez nagyon fontos és egészséges. Ez nekünk most itt ennek az egész napi konferenciának a legfontosabb mondandója. Az, hogy hogy tudjuk elérni azt. Ehhez nyújtott segítséget Hajdu Noémi, marketing szakember, aki arról tartott előadást, hogy a vállalkozók hogyan vegyék fel a versenyt a változó piaci igényekkel. Nagyon érdekes és összetett ez a piac. Itt van ez a csodálatos magyar termék, majd egészséges, környezettudatos, bármikor a rendelkezésünkre áll, és kevesen fogyasztják ezt a terméket. És én azt gondolom, hogy újra a fogyasztói igényt kell felkelteni a termék iránt. Hát egyrészt kommunikációval, marketing kommunikációval, másrészt, hogyha mindenki visszagondol a régi gyerekkorára, amikor a nagymamánál a málna szörpet itta a szódavízzel, akkor mindenkinek van egy pozitív asszociációja a termék iránt. Igazából csak hozzá kell tudnunk jutni a termékhez, és akkor remélem ez automatikusan elkezdődik ez a folyamat a kommunikáció segítségével. Én az előadás során végignéztük a generációk közötti különbséget, hogy a különböző generációknak különböző módon lehet értékesíteni, lehet kommunikálni azt a terméket, a trendeket, hogy melyik fogyasztói csoportra hogyan hatnak a trendek, és hogyan befolyásolják, illetve a 4P-t tekintettük át a szikvízre vonatkozóan, hogy melyik P esetében milyen lehetőségek vannak, és mivel lehetne kiindulni. Hajdu Noémi szerint fontos lenne, hogy a vállalkozók többek között elinduljanak a digitalizáció útján, hiszen ez már az Y generációtól, vagyis az 1980-tól született emberek legfőbb kommunikációs eszköze. Ami az interneten nem létezik, az nincs. Úgyhogy ez emiatt mindenképpen haladni kell. És tudnunk kell, hogy ki a saját szikvizesünk, hol tudjuk megtalálni, és hol tudjuk elérni őt. Most elkészül egy új honlap a szikvizesek számára, és akkor itt már lehet majd irányító szám alapján keresni, hogy kinek ki a szikvizese, és hogy lehet őt elérni. Már ez is egy nagy segítség lesz valószínű. Én azt gondolom, hogy a gyerekek, ők egy potenciális piac, mert ugye ők is nagyon szeretik a vizet, szeretik a szörpöket, és szerintem mindenképpen úgy tudnánk a családokhoz újra családtagként bekerülni a termékkel, hogyha a gyerekeket is megszólítjuk. Készült a Békési Ipartestület megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően nem lesz élelmiszer hiány Magyarországon. Ezt mondta stábunknak Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. Bár soha nem látott inflációról számolnak be a szakemberek, a gabona kiviteli tilalma és az élelmiszer ástop jelentős mértékben segíti a magyar emberek boldogulását. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 8,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Utoljára 2007. augusztusában volt ilyen magas az infláció, közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1%-kal nőttek. Ezt többnyire a két évvel ezelőtt beköszöntött koronavírus járványnak köszönhetjük, de az elkövetkezendő időben nagy mértékben befolyásolja majd az alakulást a szomszédos országban zajló háború is. Hogy Oroszország és Ukrajna Európa két legnagyobb mezőgazdaság és élelmiszer előállító országa. Búza vonatkozásában az Európa 30%-át, kukorica vonatkozásában 17-20%-ot, és az olajos magvak tekintetében közel 50%-ot termelik meg.
A hazai élelmiszerpiac védelme érdekében Magyarország több lépést is megtett, ilyen volt az élelmiszerástop, valamint az utóbbi napokban exporttilalmat vezetett be a kormány a gabonákra. Ez mind a magyar ellátásnak a biztosítása érdekében és az állattenyésztésnek a takarmány szükséglete érdekében volt ezekre az intézkedésekre szükség. Az intézkedéseket hoztunk Magyarország élelmiszer ellátási és energiaellátási biztonságának szavatolására is. Kiviteli korlátozást léptettünk életbe a gabona területén. A kormány kiemelt támogatást biztosít a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknak, hiszen a világjárvány alatt meg tudtunk előzni mindenfajta ellátási zavarok kialakulását, és nem engedjük, hogy a háború alatt bármifajta nehézségek legyenek Magyarország élelmiszerellátásában. Magyarország gabonatermesztés szempontjából dupla akkora mennyiséget termel meg, mint amennyit tulajdonképpen felhasznál. Viszont a háborús helyzet sajnos azt eredményezte, hogy rendkívüli módon még megugrott a gabonáknak az ára, és külföldre is nagy tételekben szeretnék kiszállítani. Mivel Ukrajnában a háború hatására nem tudjuk, hogy egyáltalán be fognak-e takarítani gabonát, ezért vagyunk kénytelenek a hazai mennyiségeknek a védelme érdekében ezt az intézkedést megtenni. Az azonban tisztán látszik, hogy a kormány által bevezetett élelmiszerástop sikeres volt. Összehasonlításként egy példa. 2020 és 2021-ben az áremelkedés dobogóján a napraforgó étolaj és a margarin állt. Most ugye a napraforgó étolajnak az árát megfogta az élelmiszerástop, tehát hogyha a tavalyi évvel összehasonlítjuk, akkor tavaly március és az idei ár 10%-a, tehát idén 10%-kal magasabb az étolajnak az ára, viszont a margarinnak az ára, amit nem fogott meg az élelmiszerástop, a duplájára emelkedett, tehát 100%-os áremelkedés volt ennek a terméknek a piacán. Azok a termékek, amelyekre nem érintett az árstop, liszt vonatkozásában, vagy pék áruk vonatkozásában ilyen 20-30%-os áremelkedés volt az utóbbi időszakban, azok a termékek, amelyekre a tej vonatkozásában nem vonatkozott az árstop, szintén ilyen 18-20%-os emelkedés vonatkozott, viszont nem csak a hazai előállítású élelmiszerek esetében figyeltünk meg az áremelkedést, hanem a külföldről behozott élelmiszerek esetében, déli gyümölcs, kávé, tea, alkoholos italok, pezsgő esetében is minden esetben látjuk az áremelkedésnek a hatását. Tehát egy átlagos magyar család egy normál nagy bevásárlás alkalmával körülbelül 15-20%-kal fizet többet ma a boltban, mint tavaly ilyenkor. Mindezek mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, élelmiszerhiány nincs és nem is várható Magyarországon. Egyelőre élelmiszerhiány Magyarországon egészen biztos, hogy nincsen, és azt gondolom, hogy ezek a megfontolt kormányzati intézkedések hatására, én azt gondolom, hogy biztonságban is vagyunk. Az azonban szinte biztos, hogy az élelmiszerárak már nem nagyon fognak csökkenni, legalábbis nem mostanában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.